A Palicsi tópartján sétálva a Vermes Lajos sétányon 18 tábla látható a település portmúltját ismertetve. A táblákon fényképek találhatók, egyebek között a palicsi olimpiai játékokról, amelynek megálmodója Vermes Lajos, szabadkai születésű magyar sportoló volt. Unokája Vermes Mihály a táblák ünnepélyes átadóján elmondta, nagyapja a Budapesten végzett tanulmányai során kapott ihletést a palicsi olimpiai játékok megszervezésére, az ókori olimpiák mintájára. Egy nagyon érdekes könyvet adtak ki a budapesti Sport és Olimpiai Múzeum kezelésében, avval a címmel, hogy Vermes Lajos az első magyar sportfényképész. És itt érdekes adatokra jöttem, többek között azt is, hogy 1896-ban Pierre de Coubertin báró a nagyapámat is meghívta, illetve nem név szerint, hanem a sportklubjának küldött egy meghívólevelet, de ő fontosabbnak tartotta, legalábbis ahogy írja ebben a budapesti kiadványban, fontosabbnak tartotta a saját palicsi sportjátékoknak a folytatását. Vermes Lajos fivéreivel 1880-ban szervezte meg a palicsi olimpiai játékokat, 16 évvel megelőzve Pierre de Coubertin báró modernkori olimpiai játékait Athénban. Vermes Lajos olimpiai játékainak köszönhetően épült fel a Bagolyvár épülete, a mai Luisa villa, a mai Halászcsárda is, valamint a szabadkai villamos is ennek az eseménynek jegyében épült. Ez az esemény alapozta meg azt is, hogy Szabadka igazi sportvárossá nőtte ki magát. A városi politikánk egyik sarkalatos köve az, hogy a régi nagyjaink emlékét megőrizzük, és a régi nagyok körében Vermes Lajosnak mindenképpen kiemelt helye van, hiszen a világ neki köszönheti az olimpia mozgalmát. 1880-ban Palicson már olimpiát rendezett Vermes Lajos, 16 évvel az első modernkori aténi olimpiai játékok megrendezését megelőzően, tehát Vermes Lajos utat mutatott, utat tört, és neki köszönhetünk számos olyan épületet, amelyek a palicsi olimpiára való tekintettel épültek ki a 19. század végén, 20. század elején. A táblák hat nyelvűek. A négy szabadkán hivatalos nyelv mellett angolul és németül is olvashatók. A 100 000 dináros beruházást a Tartományi Nemzeti Közösségi Titkárság pénzelte, és a fejlesztést a Palics Ludas Közvállalat valósította meg.